Ahogyan az autóknál, a kerékpároknál is fontos, hogy megfelelő guminyomással közlekedjünk. A puha gumi nehezebben irányítható és könnyebben kap defektet, ráadásul balesetveszélyesebb is. Persze a túl kemény guminak is megvannak a hátrányai, például megcsúszik az úton és kényelmetlenebb. Ha azt vesszük észre, hogy egy-két nap alatt leereszt kerékpárunk gumija, akkor cseréljünk belsőt, mert lassú defekttel van dolgunk. A gumi oldalán feltüntették az ajánlott guminyomást. Ezt mindenképpen vegyük figyelembe biciklizésnél. A maximális értéket sose lépjük túl, mert megnő a gumidefekt esélye, és saját magunknak rontjuk el a kerékpározás örömét.